Nem csak Mórahalmon mondottak ovisokkal olyan verseket, amelyekkel a kormány ablakot éltetik. Kisteleken is óvodásokkal ünnepeltették a nagyszerű eseményt. A kormányhivatalok nem cáfolták, hogy a munkájuk népszerűsítéséért díjakat osztottak. A miniszterelnökség később elhatárolódott a Mórahalmi propagandától, bár egy helyettes államtitkár ott volt, és tudomásunk szerint nem emelt szót az ünnepség ellen. Török a visszaállítása. Nem tudtam, mit jelent az a kormányablak, nálam okosabbak és nagyobbak is vannak. Ilyen verseket szavaltak az óvodás a gyerekek a kormányablak fontosságáról. A kormányablak. A készítők szinte azonnal levették a videót, amint felfigyeltek arra, hogy a felvétel enyhén szólva megütközést váltott ki. Első gondolatom az volt, hogy egyszerre szörnyű és egyszerre nevetséges. Tegnap felmerült, hogy a vers talán egy a kormányhivatalokat népszerűsítő pályázatra született. 2011-ben ugyanis összesen 30 millió forintos díjazású versenyt hirdettek a kormányablakok propagálására. Írtunk mind a 20 kormányhivatalnak közülük néhányan válaszoltak. A Csongrád megyei kormányhivatal azt írta, hogy a Dél-Magyarország tévesen tudósított, mert hogy a pályázatban egyetlen egy vers sem szerepelt. Csongrád megyéből 26 alkotás érkezett, ezek egyike sem volt irodalmi mű. Festmények, grafikák, szobrok érkeztek csak. Ők úgy tudják, hogy egy szülő írta a gyerekek által előadott verset. A díjnyertes pályamunkák egyébként ma is láthatók a hivatalban. Az első helyezett 750 ezer, a második 500 ezer, a harmadik pedig 250 ezer forint jutalmat kapott. Válaszolt a Vas megyei kormányhivatal is. Ők azt mondják, összesen 7 pálya munkaérkezett be. A zsűri tagjai pedig egyhangúan úgy döntöttek, hogy a pályázat nem elbírálható, ezért a díjakat nem osztották ki egyik pályázónak sem. A bács kiskó megyei kormányhivatal pedig azt mondta, hogy a fiatalok számára lehetőség nyílt arra, hogy műveik a kormányablakban legyenek kiállítva, így pedig szélesebb körben is megismerhetik őket. A díjakat egyébként átadták a művészeknek. Ez a férfi lett a harmadik, a Koronák Gyöngyei, Megyek, Megyék című versével. Ez 250 ezer forintot ért. Elkértük magát a verset, de még nem érkezett meg. Kiderült, hogy nem csak mórahalman éltették a kormányablakot a gyerekek, kisteleken is felléptek. A kistelekjárás.hu azt írja, hogy január 30-án kisteleken a járási hivatal épületében került sor a kormányablak ünnepélyes átadására ahol fellépett a hét színvirág óvoda szivárvány csoportja is, amivel az óvoda vezető szerint semmi gond nincs, mert kedves népi játékokat és vidámságot felvonultató műsort adtak elő. Lázár János hivatala meg elhatárolódott a kormányablak magasztaló óvodás versek előadásától. Közleményben tudatták, hogy szerintük a műsor nem tükrözi és nem is tükrözheti sem a miniszterelnökség, sem a Csongrád megyei kormányhivatal szellemiségét, és a szokatlan előadással nem tudnak azonosulni. Az elhatárolódás azonban nem látszott Baltai Tímea, a miniszterelnökség helyettes államtitkárának arcán, aki Móra Halman élvezte az ovisok ellentmondásos fellépését. Török Réka, 724.